Sziasztok, Krip! Láttam, mert tetszett az első kiadás. Hát itt van a második. Avatásokon nagyon ügyelnünk kell arra, hogy mit mondunk, illetve hogy mit adunk át. Könnyen követhetünk el hibákat. Köszönöm. Mostani járványnak a gazdaságra gyakorolt hatása, még az ilyen világszínvonalú kiemelkedő gyárakat is rendkívül érzékenyen éríti. És a tulajdonosoknak, a vezetőknek és az itt dolgozóknak egy jó megállapodást kell kötniük egymással ahhoz, hogy mindenki megtalálja a számítását a jövőben épp azon politikus társaimnak, akiknek csak 15%-ot a vírus járvány kitörése óta mondom, hogy megállapodásokkal lehet munkahelyet megvédeni. Jó, okos és fair megállapodásokkal. Szeretnéd világossá tenni, hogy itt most munkahelyek megmentéséről van szó. Hát, ami a küzdelem tétje, az az, hogy hogyan mentsük meg az embereket a munkahelyeit. És bár ez a világ egyik legmodernebb gyára, még ezért a gyárért is küzdeni kell. Nem evidens, hogy ez a gyár képes olyan kapacitással működni, hogy az itt dolgozó minden embernek megadja a munka lehetőséget. Ez erőfeszítést kell tenni. Ezért dolgozni kell, ezért megállapodásokat kell kötni, küzdeni kell még magáért az Audi gyárért is. Egyébként munkahelyeket fogunk veszíteni. És az is teljesen nyilvánvaló, hogy a gazdaság újraindításához, még ennek a saját lábán megálló gyárnak az újraindításához is kell kormányzati segítség. Egy jó politikus mindent felhasznál a céljai érdekében. Miért hagyná ki pont a hozzá legközelebb állókat? Szerencsére nagyon jó a kapcsolat a gyerekkel. Én nem az az apuka vagyok, aki kimarad a felénkázás. Mi a vélemény Orbán Viktorról? Húzzál el az édes anyád bélről! Nem az olimpiai fákját kell tartanod, csak egy nyalókát! De még az is hülye vagy! Ha férfi lennél, ide állnál elém, aztán lejártanák egy az egyre! Gyere ide! Valódi énünket tartsuk titokban. Menjünk oda egy. Hát, kölcsöd azt mondod, hogy van, figyelj, dugunk egyet. Persze, hogy kifolyt. És milyen igaza van? Mert az egész udvarnál, a vége úgy is az. A gyerek szimpatikus, de feleségnek nem alkalmazható. Ha hagyjon, hogy fanok vagyunk az öreglányok. Tudod, mit sikerült bebizonyítanod? Hogy mekkora faszfej vagy? Tudod, mit sikerült bebizonyítanod? Hogy mekkora faszfej vagy? Tudod, mit sikerült bebizonyítanod? Hogy mekkora faszfej vagy? Hogy egy ötös! Kezelje megfelelő módon a családtagokat. A helyes megoldás tehát, kerüljön mindenki megfelelő pozícióba. Az idősek tanácsa akkor egyébként hallgatott, amikor Szalai Ferenc szolnok fideszes polgármestere vénkurvának nevezte az idős lakókat. Előveszek egy kalasnyikovot, és mindenkit lelők a terembe. Utána nálam lévő atomrakétával felrobbantom a parlamentet. Akinek nincs semmije, az annyit is ér. Azt gondolom, aminek nem vitte semmire az életbe, az annyit is ér. Ez most más. Nem villámcsapás, magyar migráns népszavazás, fejvakarás, homlokráncolás, öt nagy támadás. Rabló támadás, kezeket fel, jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb. Sok igazságot szedtem össze. Adiós.